Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a budapesti Golgota a gyülekezet hétfesti alkalmán, és akik már régebb óta voltatok itt, azok tudjátok, hogy a hónap utolsó hétfestéje mindig különleges, mert megállunk az ige versről-versre való tanulmányozásában, és az egész estét arra szánjuk, hogy Istent keressük dicsőítésben, imában, közösségben, és várunk rá. Egyszerűen várunk rá, úgyhogy izgalmas estének nézünk elébe most is. Imádsággal kezdjük, és utána rögtön kezdjük a dicsőítést. Köszönjük, Istenünk, hogy itt lehetünk a jelenlétedben. Köszönjük azt, hogy te már vártál bennünket. És te tudtad, hogy itt leszünk, és te sokkal izgatottabb vagy felőlünk, mint sokszor talán mi vagyunk afelől, hogy itt lehetünk a jelenlétedbe. De most szeretnénk mi is meglátni téged. A fizikai szemünk még nem lát. A fizikai fülünk még nem hall. És sokszor a hitünk szeme és füle is annyira tompák. Azért imádkozunk, hogy nyisd meg őket erre az estére. És nem csak erre az estére, de most különösen, mert keresünk téged, mert szükségünk van rád, szeretnénk Jézus veled találkozni, és mindenek előtt téged dicsőíteni. Hisz te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi Urunk, a mi királyunk. Kérünk téged, gyere közénk, kenj fel most bennünket a dicsőítés és az imádat lelkületével. És találkozz velünk már a dicsőítésben, és készítsd a szívünket a veled való találkozásra. Ezt kérjük Jézus te nevedben. Amen. Dicsőíts. Uram a vágyam,
hogy életem dicséjen, ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed.
Ez az imádságunk, hogy szólj hozzám, és szabad megtanít bátran küzdeni, amíg győz a hit. Köszönjük Istenünk, hogy jöhetünk, köszönjük, hogy szólhatunk, és Te is szólsz, közösségünk lehet veled. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk most előtted, várunk Téged, érints meg bennünket. Te nevedben imádkozunk, Jézus. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik közben érkeztek, és mielőtt folytatjuk, szeretnék csak gyorsan hirdetni egy-két dolgot. Az egyik hirdetni valóm az, hogy amit mindig hirdetek, mert mindig bátorítalak arra benneteket, hogyha kicsit hamarabb tudtok jönni, akkor a hátsó kis teremben szoktunk imádkozni, gyertek, csatlakozzatok hozzánk. A másik hirdetésem, időnként hirdetem, hogy tudjatok róla, van egy állandó e-mail címünk, ahova lehet kérdéseket feltenni, ha esetleg nem tudtok itt személyesen, vagy most is sokan az interneten keresztül vannak velünk, a hétfő este ékezet nélkül hetfoeste@golgota.hu címre. Nem mindig tudok olyan gyorsan válaszolni, most is van egy csomó levél, amire még nem válaszoltam, amire elnézést kérek, de idővel feldolgozom őket, ahogy hozzájutok, úgyhogy mindenképp válaszolok minden levélre. És akkor folytatjuk a mai alkalmunkat, és ahogy mondtam az elején, a hónap utolsó hétfője azért különleges, mert csak Istenre várunk, keressük őt és dicsőítünk. Ugye ezek azok az alkalmak, amikor tényleg megpróbáljuk odavinni magunkat úgy, ahogy vagyunk Isten elé, hogy találkozzunk vele. És én hiszem, hogy ilyenkor Isten, aki már jóval korábban várt bennünket, mint ahogy mi várjuk most őt, már elkészítette azt, amit nekünk akar adni. Úgyhogy így folytatjuk most is, imádsággal szeretném folytatni. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te egy jó atya vagy, és tudod, hogy mi kell a gyermekeidnek. Itt vagyunk most előtted, várjuk a te kijelentésed, várjuk a te szavad. Szólj hozzánk, ahogy énekeltük is, és mi is szólunk, szólhatunk, beszélhetünk, beszélgethetünk veled, és ez annyira jó imádkozni, annyira jó most is így közösen együtt kérni téged. Szólj hozzánk, érints meg bennünket. Jézus nevében. Amen. Nem tudom, hogy azzal ti hogy vagytok, hogy néha az élet sodrásában van-e úgy veletek, hogy megálltok egy pillanatra, és akkor így csak azt mondod, hogy álljunk meg, hol állunk, hol tartunk. És visszanézel az életedre, előre nézel, hogy vajon mi vár rád, és a kettő között ott vagy a jelenben, ott van a múltad, ott a jövő, ami ismeretlen, ott a múltad, ami még nincs is földolgozva, és még azt sem érted, és ott vagy, és olyan gyorsan történnek az események. Olyan gyorsan múlik az élet. Én mindig csodálkozom ezzel. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de számomra az, hogy az élet olyan gyors, mindig gyorsabban telik, mint ahogy én gondolnám, ez az állandó tapasztalatom. Tehát mindig sokkal több mindent akarok csinálni, mint amit meg tudok csinálni. Mindig sokkal több könyvet szeretnék olvasni, amit el tudok olvasni. Van megkezdve körülbelül most 20 könyvem, azok között van olyan, ami évek óta van elkezdve, és körülbelül még már most van, most tudnék 150-et felsorolni, amit még szeretnék elolvasni. És akkor, ha kicsit józanul belegondolok, hogy mikor fogom én ezeket elolvasni, akkor azt mondom, hogy hát azért tucat életre volna szükségem. De az élet rövid. És az életet betöltik sokszor olyan dolgok, amiket nem mi töltjük be, hanem mert az élet vele járói. Alszunk, átalusszuk az életünk egyharmadát. Ezen gondolkodtatok? Már jó, valaki kevesebbet tudom. Egy ötödét, akkor is. Dolgozunk, eszünk. Sok minden van benne. És gyorsan telik. Nagyon gyorsan. Való tényleg úgy vagyunk, mint vándorok. Vándorok vagyunk ezen a világon.
mintha valahol megérkeztünk volna, én néha nem is emlékszem arra, mikor érkeztem. Így néha visszagondolok a gyermekkoromra, és lehet, hogy nektek jobban memóriátok, én biztos gyenge vagyok ebbe, de néha úgy elveszik a... Próbálom felidézni, hogy 5 éves koromban mire gondoltam, és nem sikerül. Hát, ti ügyesebbek vagytok. Tehát valahol a múltban elvész számomra az, hogy beléptem ebbe a világba. Ha most visszanézek a jelenből, valahol ott bejöttem, valahol eltelt ez a pár évtized, és még van ki tudja mennyi hátra. Vándorok vagyunk. Vándorok vagyunk, és ahogy vándorlunk az életünkön át, és csinálunk nagyon sok dolgot, én azt gondolom, hogy sokszor megfáradunk. Mert hogy most is ez egy nehéz és fárasztó nap volt neked, és úgy jöttél ide, hogy így beestél a székbe, és mindjárt elalszol. De lehet, hogy nem csak ilyen napi fáradtság van rajtad, hanem belefáradtál. Belefáradtál a főnöködbe, a családodba, a gyerekedbe, a szüleidbe. Sokszor, mert valami miatt nehéz a kapcsolat velük. Belefáradtál a barátodba, belefáradtál a munkádba, már unod, mókuskerék, minden nap ugyanaz, jön újra. Néha úgy is szoktuk megfogalmazni, hogy belefáradtunk az életbe. És szerintem mindannyian vagyunk ezzel így. Ha nem voltál, még leszel. Nem volt valami nagy bátorítás, de legalább nem hazudok. Meg elmondom azt, hogy az élet velejárója az, hogy elfáradunk. Néha nagyon elfáradunk. Néha belefáradunk. Néha ez a fáradtságnál is több. Kimerülünk. Olyan is van, hogy kiégünk. És mi van ilyenkor? Azt gondolom, hogy a fáradtakhoz, hozzánk Jézusnak van szava. Csak egyetlen egy verset hagy olvassak fel, sok mindent mond Jézus nekünk, fáradtaknak. De hadd mondjak el most csak egyetlen egy verset a Máté evangéliumának a 11. fejezetéből, a 28-as verset olvasom. Biztos jól ismeritek. De most lassan olvasom fel, hogy minden szavát meg tudjuk egy kicsit emészteni. Azt mondja Jézus nekünk, a fáradtaknak. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Micsoda szavak ezek. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus azt mondja, ő tudja, hogy megfáradtunk, és sokszor megfáradunk az életben. És itt közvetlenül szól, ő közvetlenül szól itt hozzánk, és mit mond? Szerintem legjobb meghallgatni, hogy ő mit mond nekünk, fáradtaknak, akik belefáradtunk valamibe. Azt mondja, jöjjetek én hozzám. Jézus magához hív. És ez olyan egyszerűen hangzik, nem mondtam ezzel semmi újat, de néha belegondolok az életembe, hogy mikor benne vagyok egy fáradtságban, nem ezt csinálom. Próbálok én megoldást találni, én valahogy összeszedni magam. Pedig Jézus itt nem azt mondja, hogy szedd össze magad, gyűjts erőt, aludd ki magad. Na, erre is szükség van azért, nem azt mondom. De itt mégis nem ezt mondja, azt mondja, gyere hozzám. Gyere hozzám. És hozd oda hozzám, amiben belefáradtál. Amiben kiégtél, ami kimerített, ami miatt megakadt talán az életed, és lehet, hogy te is most úgy vagy itt, hogy valahol valamiben belefáradtál. Valami kimerített, valami lemerített, valami kikészített, valami kiégetett. És Jézus azt mondja, gyere, gyere hozzám. Azt mondja, mindnyájan, kivétel nélkül, akik fáradtak vagytok. Persze csak azt tudod, aki oda menni hozzá, aki legalább bevallja magáról, hogy fáradt.
Ugye Jézus azt mondta, hogy ő nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. Akik azt hiszik magáról, hogy egészségesek, azok nem fognak Jézushoz menni. Ott kezdődik, azt gondolom, ott kezdődik az egész, hogy észreveszünk, hogy fáradtak vagyunk. Észreveszünk, hogy valahol, lehet, hogy az életünk egyik területén, de valamiben belefáradtunk. És nem megy tovább. Van, amikor ezt persze szó szerint észreveszünk, hogy nem megy tovább. Valakinél egészségi dolgokban is megmutatkozik ez. Depresszióban is sokféle módon megmutatkozhat az életünkben. És Jézus azt mondja, hogy gyertek, jöjjetek én hozzám. És mit mond utána? Mit csinál velünk? Kiképez arra, hogy ne fáradjunk el újra? Ad egy gyógyszert? Mit fog csinálni? Megnyugvást adok. Ő ígér valamit. Azt mondja, hogy én fogok most valamit csinálni, nem te. Nem te fogod megoldani a fáradtságodat. Bízd rám. Azt mondja Jézus, én megnyugvást adok nektek. És Jézus sosem hazudik. Van valami a te életedben, amiben belefáradtál? Mai napodban, vagy ebben az évben, mindjárt a végére érünk. Van valami a te életedben, ami kimerített? Jézus azt mondja, gyere hozzám, beszéld meg velem. Ezeken az alkalmakon azt szoktuk csinálni, hogy kihasználjuk azt, hogy egy kicsit csöndben is maradjunk. Akik voltatok már sokszor, tudjátok ezt. Most is fogjuk ezt csinálni. Néhány percre nem lesz dicsőítés, nem fog beszélni, csend lesz. És a csendben arra kérlek téged, hogy menj oda Jézushoz. Imában, magadban. Arra kérlek, hogy ha van az életedben olyan dolog, amiben most belefáradtál, ha lehet, hogy több is van, de a legfontosabb, azt az egy dolgot, ha most megkérdezném tőled, mi az, ami legjobban lefáraszt most téged? Meg tudod nevezni? Nevezd meg. Előbb nézz szembe vele. És egy néhány percre csendben maradunk, és arra kérlek, hogy a csendben használd ki ezt a pár percet, hogy odamész Jézushoz, és vele megbeszéled. Uram, itt van ez a dolog. Kimerített, lemerített, kikészített. Fáradt vagyok. És most én azt teszem, amit te mondtál. Mert te azt mondtad, hogy jöjjek hozzád, és én most megyek hozzád, és hozom, és leteszem. Íme itt vagyok, cselekedj, amit te akarsz. És várjuk meg, hogy ő mit cselekszik. Várjuk meg, hogy ő mit cselekszik. Mert én hiszem, hogy ő elkezd, az ő szent lelke által elkezd munkálkodni bennünk. De előbb menjünk oda hozzá. Használjuk ezt a pár percet erre.
Köszönjük, Jézus, hogy ezt is olyan egyszerűvé tetted. Hogy csak azt mondod, hogy jöjjünk hozzád, és mondjuk el. Köszönjük, hogy jöhetünk, és elmondhatjuk. Uram, köszönöm, amit ebben a csendben elhangzottak, imádságokban. Te látod mindannyiunknak a szívét, sokszor látod a kimondatlan imádságainkat is. Látod azt, hogy mi az, ami lefáraszt, ami kimerít. Te is látod azt, hogy olyan dolgokat is látsz, amit mi nem látunk, talán ahol elakadtunk. Mi nem látjuk, hogy hol, és nem látjuk, hogy hogyan tovább. De te csak egyszerűen azt mondod, hogy menjünk hozzád, és legyünk ott, nálad. Nem kell semmi más csinálnunk. Mert azt mondod, hogy te fogsz csinálni valamit. Azt ígéred, hogy megnyugvást adsz a lelkünknek. Köszönjük, hogy most is ezt tehetjük. Ezt tehetjük az imádságban, ezt tehetjük ezen az estén. Köszönjük, Istenünk, és kérünk, hogy munkálkodj tovább, ahogy dicsőítünk most téged, ahogy keresünk téged. Uram, imádkozom azért, hogy munkálkodj a mi szívünkbe. Adj megnyugvást a mi lelkünknek. Add, hogy téged lássunk. Add, hogy ne másra nézzünk. Add, hogy ne azokra a dolgokra, amik leszívnak, amik kimerítenek, amik elszomorítanak, amitől sírunk, amitől nincs erőnk tovább menni. Hát, hogy ne azokra a dolgokra nézzünk, amik lebénítanak, amik megállítanak, amik megkísértenek, hanem szeretnénk Jézus rád nézni, és megnyugvást találni te benned. Uram, munkálkodj így a szívünkben, hogy megnyugvást találjunk benned, ahogy most tovább dicsőítünk téged. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Folytatjuk a dicsőítést, és bátorítalak arra, hogy folytasd az imát. Ha Isten elkezdett most valamit, folytasd a szívedben, csatlakozz a dicsőítésben hozzánk, hogy tudjuk felemelni az ő nevét, és hagyjad, hogy ő végezze el a te szívedbe azt, amit csak ő tud elvégezni. Mert magunkat nem tudjuk megnyugtatni, más ember nem tud minket vigasztalni. Csak ideig, óráig. Igazából ő az, Jézus az, akivel találkoznunk kell, hogy tényleg megnyugvást találjunk a lelkünknek. Hagyjad, hogy ez megtörténjen ezen az est. Isten élő lelkünk.
Nincs több, mire várhatnék, csak rád, nincs több, nincs több.
az fél szívű követő. Lényem tiéd, nem a kasz fél szívű követő. Lényem tiéd, nem a kasz, nem a kasz fél szívű követő. Lényem tiéd, nem a kasz fél szívű. Yeah.
és megváltom. Olyan jó, hogy ezt mondhatjuk neked. Olyan jó, hogy te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi megváltónk, te vagy nekünk mindenünk. Te vagy, aki megértesz minket. Megérted a fáradtságunk, megérted a gyengeségeink. Köszönjük, hogy a közelséged oly jó. Itt vagyunk a közeledben, itt vagyunk előtted. Amen. Én bízom benne, hogy Isten munkálkodott a szívünkben, és fog továbbra is munkálkodni, mert megígérte. Mert megígérte. De egy picit hagy emlékeztesselek benneteket arra, hogy ki az, aki ezt megígérte. Kicsoda. Hagy emlékezzünk erre egy picit. Az, aki ezt az egész világot, az egész világegyetemet, mindent megtervezett, megalkotott. Az, aki megtervezett téged, aki elgondolt téged. Az, aki nem csak, hogy megtervezett, de meg is tapasztalta mindazt, amit te átélsz, amit mi átélünk. Az, akire nem sokára karácsonykor emlékezünk, megszületett testben az Isten, a fiú. Az, aki felnőtt, és miközben felnőtt, megtapasztalta közben mindazt, amit mi is megtapasztalunk. Megtapasztalta a fájdalmat, a betegséget, megtapasztalta a megvetést, a megalázást, megtapasztalta az ütéseket, megtapasztalta a meg nem értést. Az, aki nem követett el bűnt, bár megkísértetett mindenben. Az, akit odaszögeztek egy keresztre. Az, aki megtapasztalta a haldoklás fájdalmát, és ami még ennél is mélyebb volt, megtapasztalta azt is, hogy az atya elfordult tőle. Pedig mindene volt az atyával való közösség. És miért tette mindezt? Miért? Hogy megértsen téged, hogy megmentsen téged, hogy megváltson téged, és meggyógyítson téged. Amikor azt mondjuk, hogy fáradtak vagyunk, ő tudja, miről beszélünk. Amikor azt mondjuk, hogy nem bírjuk tovább, ő tudja, miről beszélünk. Nem csak azért, mert minden tudó, hanem azért is, mert megtapasztalta a saját testében, amikor emberként itt járt közöttünk. Ő az, akire nézve minden teremtetett. Ő az, aki mindennek a forrása, ami tiszta, ami szent, ami örökkévaló. Mindaz, aki hozzá kapcsolódik, megújul és örökké él. Mindaz, aki hátat fordít neki, nem látja őt többé. Ő az, aki azt mondja nekünk, hogy ha megfáradtunk, gyertek hozzám, jöjjetek mindnyájan, mert én fogok valamit tenni. Ha te kilépsz ő feléje, ő is kilép, és ő cselekszik, és megnyugvást ad a lelkünknek. És hogyan adja? Hadd mondjak még egy igét. Mi történik azokkal, akik elhiszik azt, amit mond? Mi történik azokkal, akik azt mondják, hogy itt vagyok, Jézus, jöttem, letettem minden terhem? Ézsaiás könyvének a 40. fejezetének a 31-es versét akarom felolvasni nektek. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok.
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Fáradt vagy? Ó, én sokszor. Van ígéretünk arra, hogy újra tudjuk kezdeni. Akármilyen mélyen vagy is, vagy valaha kerülsz, ne felejtsd el soha. Van újrakezdés. Lehet tovább lépni. Ő hív, gyertek hozzám, nálam megnyugvást kaptok. És ha bíztok bennem, akkor megújultok. Lesz erőtök, szárnyaltok, mint a sasok. Ez az ígéret. Elhiszed? Bízol benne? Ennek az estének ez a kérdése. Hogy elhisszük-e? Oda merünk-e menni hozzá? Le tudjuk-e tenni elé? Be tudjuk-e vallani azt, hogy gyengék vagyunk? Nagy pofon ez a büszkeségünknek. Sokan vagyunk, akik azt mondjuk, hogy de, mi bírjuk. Egy darabig. Mindannyian gyengék vagyunk. Nem kell szégyelnünk. Mindannyian gyengék vagyunk. Mindannyian megfáradunk. És mindannyiunkat hív. És mindannyiunknak ugyanaz az ígéret. Ő az, aki meghalt értünk a kereszten. Aki magára vette a bűneinket, és nekünk adta az ő igazságát és szentségét, amit föl se tudunk fogni emberi értelemmel, ami miatt az Atya tisztának és szentnek lát, és bemehetünk a trónterembe, és vele fogjuk tölteni az örökké valóságot. De egy ideig még itt vagyunk. És még egy ideig formálja a jellemünket. Ezért vagyunk itt részben. Ő az, aki azt mondja, ha megfáradtál, gyere hozzám, megnyugvást adok neked. És ha bízol bennem, megújul az erőd, mint a sasok, szájra kell. Micsoda ígéret ez? Elhiszed? Arra kérlek benneteket, hogy menjünk újra Isten elé. Ahol most vagy, csukd be a szemed. Én is ezt teszem. Egyedül a kamerásoknak szabad nyitva lenni a szemüknek. Csukja be most mindenki a szemét, és csak menjünk oda Jézushoz. És folytassuk vele a beszélgetést, amit elkezdtünk a csendben. Jézus, te vagy a legjobb orvos. Te tudod igazán, hogy mi a mi betegségünk. Mi az, ahol bele kell nyúlnod. Mi se tudjuk sokszor elmondani ezt. Csak a következményeit tapasztaljuk sokszor, hogy megfáradunk valamiben, megállunk valamiben, leblokkol valami. Nem tudjuk a jövőt, merre kell lépnünk, jobbra menjünk, balra, hogyan tovább. Mit tervezel számunkra? De olyan jó, hogy azt mondod, hogy te adsz megnyugvást. És most szeretnénk kinyúlni. Szeretnénk azt mondani, hogy bízunk benned. És most szeretnék azokért imádkozni, akik szeretnék, hogy Isten betöltse őt a lelkükkel, hogy Isten be tudja tölteni őket a lelkével, és meg tudja újítani őket. Akik úgy érzik, hogy szükségük van, mert megfáradtak, akik úgy érzik, hogy szeretnének megújulni, akik szeretnének világosságot, mert talán dönteniük kell valamiben, akik egyszerűen Jézus szeretnék, Jézusból többet. Hogyha így érzed, akkor arra kérlek, hogy állj fel, hogy hadd imádkozzam érted. Hogyha vannak itt olyanok, akik megfáradtak, ha vannak itt olyanok, akik elbizonytalanodtak akár a hitükben, vagy kérdéseik vannak, vagy lehet, hogy betegek, és lehet, hogy sokszor a betegség az, ami miatt megfáradunk. Ha van bármilyen ilyen benned, akkor, és szeretnéd, hogy imádkozzam érted, hogy együtt fölemeljük így egymást, akkor kérlek, állj fel, és várunk egy picit, már látom, hogy sokan állnak közbe fel. Ha szükséged van erre. Én hiszem, hogy ez is kilépés, amikor valaki
aki valaki mutat valamit, hogy sokszor vagyunk úgy, hogy már annyira gyengék vagyunk, és annyira fáradtak, hogy már fölállni sincs erők. Hogy már arra sincs sokszor erőnk, hogy mondjunk valamit. De ha kilépsz, ha kinyúlsz, Istennek ez elég. Uram, én most imádkozom mindazokért, akik állnak, és látod, hogy mi van a szívükben azoknak, akik felálltak. Mi a fáradtság, mi a betegség, mi a gyengeség, mi az, ahol kell, hogy te belenyúj, kell, hogy te erőt adj, kell, hogy te világos vezetést adj. Uram, imádkozom egyen-egyenként mindenkinek az életért, akik most itt állnak, Uram, itt vagyunk előtted ilyen sokan, és kérlek, Uram, azt, hogy gyógyíts. Kérlek arra, hogy töltsd be a te szent lelkeddel. Kérlek arra, hogy adj világosságot, ha döntenünk kell a következő lépéshez. Nem a 100 lépéssel előre akarunk látni, csak a következő egy lépést, hogy világosan lássuk. Hova, merre lépjünk, merre menjünk. Bátoríts minket, töltsd be a lelkeddel, erősíts meg. Add, hogy tudjunk bízni benned, és a te ígéreted az, hogy akkor szárnyra kelünk, és repülünk. Erőt adsz a megfáradtnak. Megerősítesz bennünket, mindannyiunkat. Uram, kérlek, erősítsd meg a te népedet, azokat, akik most itt állnak előtted, és kinyúlnak feléd. Töltsd be a lelkeddel. Adj meg nyugvást a lelkünknek. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Folytatjuk a dicsőítést, és folytatjuk a beszélgetést Istennel. Ne hagyd abba. Ne hagyd abba. Keresd őt továbbra is a dicsőítésben. Kegyelmed elég több, mint
Imádom,
énekelni. Annyira jó ezt énekelni, hogy te vagy minden. Te vagy minden, akire nézve ég és föld teremtetett. Te vagy az alfa és az omega. Te vagy minden élet forrása. Te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi királyunk, és te vagy a mi Istenünk. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk ezen az estén. Köszönjük, hogy téged kereshettünk. Köszönjük, hogy kiálthattunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy elkezdtél munkálkodni a szívünkben, és köszönjük, hogy folytatod ezt. Köszönjük, hogy Jézus, te vagy mindenünk. Te, akire nézve ég és föld teremtetett. Te, aki mindent ismersz, aki látod a szívünk minden titkát. Te, aki most velünk jössz, ahogy innen elmegyünk. Nem magányosan megyünk tovább azon a vándorúton, hanem veled. És te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. Köszönjük ezt neked. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Ezzel véget ért a ma esti dicsőítő istenkereső hétfesti alkalmunk. Isten áldjon titeket, keressétek őt továbbra is a hét folyamán, és gyertek jövő héten is, várunk szeretettel, folytatjuk az első korintusi levelet, versről versre haladunk. Gyertek, várunk benneteket, sziasztok!